Köszöntöm a pécsi körnézőit. Opera, tárlatvezetés, középkori csaták, bábelőadás. Többek között ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Nemrég tartotta az idei évad első premierjét a Pécsi Nemzeti Színház opera tagozata. A Vihar kapujában című opera patchworköt hallhatta a közönség. Esik az eső, eső, esik, esik, hová mehetnék? Halottak a színpadon, gyilkosság meg kibogozhatatlan. A folyamat viszont várakozáson felül izgalmas. A történet szerint egy házaspárt megtámadnak az erdőben, a feleség rabolni való, a férjet pedig megölik, de nem tudni, ki követte el. Bárki lehet még öngyilkosság is, vagy éppen a feleség tette. A megfejtés többek között egy lányát gyászoló öregasszony és egy munkanélküli lakály feladata lenne, de mekkora feladat mindezt eljátszani és énekelni is egyben. Rettentően nehéz feladat. Amikor átolvastam a darabot, megismerkedtem a művel, akkor is nagyon megütött, hogy ezt hogyan fogom végig bírni, mert ez az első pillanattól ott van ez a fájdalom, és az utolsó pillanatig tudni kell tartani ezt a folyamatos feszültséget. Bár még nem vagyok édesanyja, de nagyon szeretnék az lenni, és innen közelítettem meg, próbáltam tényleg a saját lelkem mélyéig hatolni, hogy én hogyan élnék meg egy ilyet. Voltatok, miért? Itt hagytatok, én megörködöm. Ugye a lakály szerepe az igazából az egyedüli, úgymond élő szereplő, hiszen az opera többi szereplője az úgymond halottat játszik, és hát én vagyok az egyedüli olyan élő szereplő, aki menekül az eső elől, és próbál valami menedéket találni ebben a házban. És igazából végig arról a rejtélyes dologról szól ez az opera, hogy végül is kiölte meg a végén, kitölt meg a végén, és hogy ehhez nekem igazából közöm van-e, vagy nincs. És ez nem is derül ki, tehát hogy ezt a közönségre van bízva. Az opera patchwork zenei és egyben színpadi megvalósítása igazi kihívás az énekesek számára. Nem csak opera énekesnek képeznek minket, hanem ugyanúgy valamilyen fajta színészként is, mert az opera világa az eléggé átalakulóban van. Tehát most már nem úgy van, mint a Pavarotti idejében, hogy kiállunk, és akkor énekelünk, mint a nagyok, hanem meg kell formáljunk egy bizonyos karaktert, és azt nekünk hitelesen át kell adni a közönségnek. Tehát nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektetnek nálunk a Zeneakadémián erre. Az Opera Patchwork a Pécsi Nemzeti Színház és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem közös produkciója, zeneszerzés szakos hallgatók és az énektanszék énekes hallgatóinak tolmácsolásában csendül fel. A Pécsi Nemzeti Színház operatagozat zeneigazgatója Gulyás Dénes is részt vesz a próbákon. Nekem ilyenkor a feladatom tulajdonképpen az, hogy beüljek és nézzem és hallgassam. Aztán emészem, ez már megtörtént júniusban, amikor a Zeneakadémia ilyen vizsga előtt esik, azok csak zongorával ezek a gyerekek megcsinálták ezt a darabot, akkor én beszéltem velük, mondtam, hogy nekem nagyon tetszik, tehát én erre nagyon nyitott vagyok minden ilyen izgalmas dologra, ahol keresnem kell valamit, tehát nem kapok készen, mint egy traviátát, amit már tudok, mert ezerszer énekeltem, hanem hogy keresem azt, hogy miben tudok kapaszkodni, és az ember rátalál egy ilyenre, akkor elkezdi nagyon élvezni. És akkor megszületett ez a terv, hogy jöjjön ez a produkció ide zenekarral, ugye, hogy megszületett ez a darab, és akkor persze beülök a próbára, akkor én azt mondtam valakinek, kettőnek állunk, hogy gyerekek, nem értem a szöveget, mással hangzott kéne mondani, mert nem értem a szöveget. Vagy ott egy kicsit sok a zenekarod, meg egy kicsit vagy a zenekar legyen kevesebb, vagy többet. De így koncepcionális dolgokban nem szólok bele. Hát azért van a rendező, meg a karmester, hogy ők döntsék el, hogy mi az, ami az ő véleményük szerint a megfelelő, hiszen ők a
darabnak a gazdái. Én csak a színházban dolgozom, tehát rá kell bízni ilyenkor a rendezőre, meg a énekesekre, meg a karmesterre azt, hogy milyen színvonalú produkció születik. Az emberi lélek legsötétebb rejtelmeibe enged betekintést a darab. Akutagawa világhírű novelláiból Kurosawa forgatott Oscar-díjas filmet. Az örökérvényű történet most új változatban Almási Tóth András adaptációjában kell életre. Az Opera Patchwork a Pécsi Nemzeti Színház és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem közös produkciója, zeneszerzés szakos hallgatók és az énektanszék énekes hallgatóinak tolmácsolásában csendül fel. Milyen körülmények között születtek művei, mi inspirálta és mi okozott nehézséget? Többek között erről hallhatott a közönség Gáspár György előadásában, aki rendhagyó tálatvezetésen mutatta be üvegmunkáit. Gyerekkori emlékei ihlették Gáspár Györgyöt, mikor kiállításának címét adta, mondta a NIK galériában tartott tárlatvezetésen. A Beyond 2000 abba a futurisztikus világba visz, amiről fiatalként álmodozott az alkotó társaival együtt. A jövővárásról, a jövőbe vetett ilyen nagyon pozitív hintről szól. Pécshez kötődik a rengeteg pécsi rajzverseny, ami gyerekkoromban Beyond 2000 címmel számomra egy ilyen nagyon fontos volt, és űrrepülőket, majd repülő autókat, meg mindenféle future, jövőbeli szuperságot rajzoltunk, és emlékszem, tusrajzottól kezdve, linómetszetek, mindenféle, de főleg ez a témakör, ez nagyon zsizsegett a mi időnkben. És valahol ennek erre van visszanézés, hogy mi is történt meg ebből, mi valósult meg ebből, egy pici kis csalódás, egy pici kis pikantéria, egy pici kis elvágyódás, visszavágyódás, körülbelül ehhez fogható ez a Beyond 2000 nagyjából. Tehát mondom, itt van egy pici pozitív jövőbetekintés és egy pici kis visszanézés az, hogy megvalósult-e. Hiszen nem hiszem, hogy sokan jöttetek repülőautóval, úgyhogy mondjuk ez kimaradt ez a része, de közben mindenki most egy japán barátjával tudna beszélni szerintem most cseten, tehát ez meg megvalósult, hogyha most ezt nézzük. Úgyhogy valahogy ez a kettőség, ez motoszkál. Felvetődik, hogy üvegalkotásai mik is valójában, képek, szobrok, plasztikák, ő így próbált választ adni erre. Mettől kép és mettől plasztika, egyáltalán van-e olyan meghatározása ennek, amit most láthatunk, az, hogy most képi dolgot látunk, vagy sem. Valójában mit is látunk, tehát hogy igazából ezek léjerek, tehát egymás mögötti különböző rétegekről van szó, majdnem, sőt az összes munkában. Ha úgy nézzük, valamilyen jel, valamilyen grafikai vagy képi játék, amik speciális körülbelül négy fajta ragasztó és egyéb eljárással van egymás mögé rendelve. Az Elektron című kiállításban még felelhetőek igazából olyan témák, ahol kifejezetten lencsék, különböző torzító eszközök vannak a képek előtt. Talán ez a Plan című munka, a Terv című munka, ami a legjobban leírja ezt a gondolkodást, tehát igazából az volt a kérdés, ami a lencse után, hogy mi is van a lencse előtti része, tehát a lencse bontott és nem bontott képében különböző építészethez kapcsolódó grafikai módozatban. Az egyes művek készítésének kulisszatitkaiba is beavatta a közönséget a képzőművész. Itt pedig kifejezetten az volt a cél, hogy körbejárható, amiben három fehér réteget és három másik fehér réteget a rózsaszínnel elválasztva láthatunk, és így a
grafikai jelenségnek az egyik oldalán állandóan rúdaszínbe, vagy színbe láthatjuk, hogyha meg átmegyünk, akkor meg ennek az invertkét. Igazából ez volt az alap ötlet. Amit tudni kell igazából az összes műről, az, hogy szeretem a szigorú geometrikus elemekből való játékos feldolgozást, és próbálom mindenhol egy icipicit ezt narálni, valamilyen mesét leírni. Egy kínai iparvárosnak az átdolgozott szellemképe, ahol napelentében egy szmogos képet láthatunk igazából ez a téma. Talán ez volt a kezdeti témakör. A neuronnál, mint ahogy az elektronnál a téma legkisebb egységét kereste, a neuronnál pedig ott egy cigiről leszokós, teljesen kiborulós időszakban megkerestem az én elmémbe a legkisebb pontot, ezért lett neuronnak a kiállítás címe. Óvóhely, ez az én kis óvóhelyem, ahol lehet látni a két kis szobámat és a lejutást, de ez csak a mese hozzá, ezek a vonalas dolgok, ezek, ja, visszatérve, ezek kifejezetten különböző, tehát ez egy gyári alapüveg, alapfestett üveg, ami kézi módozaton, tehát kézzel vannak különböző eszközökkel visszakaparva, tehát lekaparva a festék, tehát lehántolva róla, és így jönnek létre. A vékony vonalak azok pedig akrillal húzott vonalak a ragasztón belül. Itt már odáig jutott, hogy csak a rajzolat, tehát az akrill vonalháló látható. Nagyon sok minden befolyásolt ebbe az időbe, úgyhogy nagyon szerettem ezt a... Hát ez megmutatott, ez a nagyon változás, ez egy ilyen jó dolog volt számomra. A lényeg, úgy kell elképzelni, hogy ezt teliben húzom az egészet ráccsal, és a rácsokat húzom utána vissza. Tehát a rácsokat szedem, a rácsokban, tehát a negatívat, azt újra visszaszedem különböző kis pengeféle eszközökkel. És akkor jönnek létre ezek egymáson. A precizitását, az, hogy pontosan egymásra van épülve, azt egy ipari, tehát a maga az illesztést, azt egy ipari lézerháló segítségével csinálom, tehát, és ezt kézzel addig kell illeszgetni. Majd a ragasztó az egy UV-ragasztó, tehát UV-ra köt meg, és hogyha UV-fényt kap egy UV-reflektor, tehát lehet ezzel játszani mondjuk fél órákat, és akkor utána, amikor teljesen a hálók egymáson fekszenek a lézeren, akkor kötöm le lapról lapra, és ez így megy végig, majd utána jön nyilván a körbecsiszolása. A tárlatot még november 17-ig láthatja a közönség a Pécsi Nick galériában. Középkori fegyverek, harcmodor. Erről hallhattak előadást az érdeklődők a Várostörténeti Múzeumban. A lelettárgyakat kézbe is vehették az érdeklődők. Fegyverleletek az asztalon, van olyan eszköz, amelyikből csak egy-egy részlet maradt, de van, amelyik viszonylag éppen került elő. Buzogányból itt kettő is van, ez a kisebbik darab, ez egy töredék, ami a csatatérről került elő, Mohácsi csatatérről. Ez pedig a szigetvári leletanyagból került elő számunkra. Ez egy 6 tollú tollas buzogány, műtőélekkel van felszerelve. Ugye látjuk, hogy ilyen lyukasztásos módon van díszítve, és forrasztással van általában ugye a tolla a köpőhöz rögzítve. Ez a korszak lovasságának a fegyvere volt. Ez pedig egy csatacsákány, ami nagyon jó állapotban megmaradt. Ez is ütővágó fegyver, tehát ugye, bár ugye ennek nem vágó éle van, hanem egy szúrásra alkalmas ugye hegye, de mégis ütővágó fegyverek családjába sorolható, annál fogva ugye, hogy a súlya jelenti a funkcióját. Ezeket akár kézbe is vehetik az érdeklődők, de nem ez a fő cél. Én azt gondolom, hogy minden régiónak, minden megyének, városnak megvan a saját története, megvan a saját kultúrája, és ez a katonai hagyományainkra is igaz, és ezeket ápolni kell, és ez egy eszköz arra, hogy ezt ápolni tudjuk.
Erről szól a Felfedező utakon a régészekkel sorozat, amit a Pécsi Várostörténeti Múzeumban tartanak. Célkeresztben a fegyverek előadó est az tavaly nyár óta, ugye a múzeumok éjszakája óta kerül megrendezésre, a múzeumok éjszakáján, illetve a múzeumok őszi fesztiválján, és azzal a céllal alakult ez meg ez a rendezvény, hogy a múzeum őrzésébe lévő fegyvereket, illetve az azzal kapcsolatos hadikultúrát olyan módon tárja a nagy közönség elé, hogy fizikai valójában is ugye lássák ezeket a tárgyakat, ezek ugye nem szerepelnek a kiállításban, itt kézbe lehet ezeket a tárgyakat venni, tehát egy közvetlenebb kapcsolat legyen az embereknek a tárgyi emlékekkel. Most egy nagy témát választottunk, amiből fejezeteket fogunk bemutatni, hogy a lovasság története az azért egy hosszabb, több ezer éves folyamat, amin belül ugye a magyar lovasság története is egy jó ezer évet azért felölel. Ebből mi a középkori fejezeteket választottunk erre az alkalomra, és ennek megfelelően középkori lovasfelszerelés, középkori fegyverzetnek némely elemei kerülnek bemutatásra. Általában közelharci fegyvereket mutatunk most be, ütővágó fegyvereket, buzogányfokos, csákányfokos, pengetöredékek, általában olyan fegyverek, amik fémkeresős terepbejárások alkalmával kerülnek elő, erről majd kollégám bővebben is fog tájékoztatást adni. És hát alapvetően a kutatási módszert dicsérjen, úgy gondolom, az eredmény, amit el lehet érni azzal, hogy ilyen fegyverek előkerülnek a földből ezzel a módszerrel. A Mohácsi csata a feltételezett helyszínén végzett fémkeresős kutatásokról is hallhattak előadást az érdeklődők november 5-én. Igazából 100%-osan nem tudjuk igazolni, hogy az a terület, amit kutatunk, az az 1526-os csata, tehát nem találtunk feliratot, ami ezt csúvalja. Ugyanakkor a leletanyag, amit Majstól keleti sík területen eddig összegyűjtöttünk, egy olyan másfél négyzetkilométer területről, az beleillik a 16. század elejének fegyverzetébe, technikai eszközei közé, tehát hadi eszközei közé, és ennek egy jelentős része az kapcsolódik a lovassághoz. Meglepő módon, ugye fegyverleleteket gyűjtjük elsősorban, vagy ezeket hozzuk fel, de ide soroljuk a patkókat is például, ugyanis itt több tízezer ló mozgott ezen a területen a csata előtti néhány napban is, már és a csata közben is. Tehát feltehető az, hogy több tízezer ló szor négy láb, szor négy patkó, ugye, az veszett el bőven, és ezt térképezzük együtt a többi hadvelettel. Hát a patkók mellett vannak egyéb lovassághoz köthető fémleleteink is, mert ugye elsősorban fémleleteket tudunk gyűjteni, ilyen például a sarkantyúk, akkor zabla töredékeket is találtunk, illetve olyan páncéltöredéket is, amik feltehető lovassághoz tartoztak. Ezek az eszközök is mind olyan a lovas harcmódónak a jelenlétét mutatják a helyszínen. A források közül Brodalics Istvánnak a leírása ad egy földrajzi megközelítésű adatokat is, és ez alapján az a helyszín, amit kutatunk, ráillik, tehát ráilleszthető. Ugyanakkor azt el kell mondani, hogy más elméletek is vannak a csatával kapcsolatban, tehát nem csak a miénk, úgyhogy itt időről időre vannak kérdések, amik felvetődnek a helyszínek kapcsolatban, de mi egyelőre úgy gondoljuk, hogy annyi elég az a mennyiségű információt lehet, ami ezt nagyjából megerősíti. Tehát például a forrásokban szerepel egy település is, nekünk itt van egy település nyomunk, ami a dombokra ereszkedik le a Brodalics István leírása szerint. Ez a település, amit mi kutatunk, elkezdtünk, ez a dombok tövében indul, benyúlik a síkságra, és tudjuk, hogy Brodalics István volt ezen a településen, a csata közben eljut oda. És a földrajzi résznél is mondja, hogy a magyarságtól jobbra dombok találhatók, balra mindig egy sásos, mocsaros víz. És ezt a helyszínt ezt nagyjából így be tudjuk illeszteni ebbe a leírásba. És plusz van egy jó nagy leletszorodási foltunk hadiletekkel, tehát ólomlövedékekkel és már felsorolt lovassági eszközökkel, egyéb fegyvertöredékekkel. Úgyhogy azt mondjuk, hogy így együtt ez azért megengedi azt a következtetést, hogy jó helyen járunk. A közönség a csata általános ismertetéséről hallhatott előadást, majd részletesebben a lovasság szerepét mutatták be a szakértők a Várostörténeti Múzeumban. Amina különleges lány, édesanyja a királynő és édesapja a király már régóta várta, hogy gyermeke szülessen, azonban meglepődtek, amikor meglátták a lilahajú komoly szemű kislányt. A Lilahajú tündér című előadásba pillanthatunk be a Bóbita bábszínházban. Csendesen, kicsim! Csendesen, míg fölébreszted a papát! Csss.
A Léla hajó tündér című bábszínházi előadást láthatták a gyerekek a Bóbita bábszínházban. Az idei évad egyik újdonságát Pap Melinda írta, aki a darabban is szerepel. Ez egy nagyon különleges helyzet írni egy darabot és játszani is benne. A Lilahajú tündér című bábelőadásnak a sztoria tulajdonképpen annyi, hogy egy királyi családban születik egy kislány. Nem is akármilyen kislány, hanem egy lilahajú kislány. A szülők meglepődnek rajta, édesanyja szereti, de édesapának szemmel láthatóan van valamiféle aggodalma az újszülöttel kapcsolatban. Ez ki is derül a későbbiekben. Réges-régen, valamikor az idők hajnalán a királyi család kapott egy képességet egy nagy lilahajú tündértől, mégpedig a jövőbelátás képességét, illetve egy pajzsot, amivel megvédheti magát az ellenségeitől. Viszont cserébe ez a lilahajú tündér annyit kért, hogyha lány születik a családban, akkor az az övé legyen. Hát ez a magyar népmesékből is ismert ez a fordulat. És a király tudja, hogy el fog jönni a lányért ez a lilahajú tündér, ezért megpróbálja megtanítani a védekezésre ez ellen a lilahajú tündér ellen, tehát mindenféle lebegést, szállást, meditálást, hasonló dolgokat tanít ennek a kislánynak, és ideje korán találkozik ez a kislány a lilahajú tündérrel, még nem elég fölkészült ahhoz, hogy legyőzze, és a lilahajú tündér szétrobbantja a kislánynak az életét. A szülei gonoszak lesznek, csúnyán beszélnek vele, és elüldözik otthonról. A kislány pedig útra kell, és megfogadja, hogy tanulni fog, és legyőzi ezt a gonosz lilahajú tündért. Találkozik útközben egy öreg házaspárral, akiket koldusnak vél, de hát igazából ők tündérek, akik azért jöttek e földre, hogy segítsenek a kislánynak, és mindenféle hasznos dolgot tanítanak neki. Például megtanítják sepregetni, tüzet rakni, illetve fegyverekkel harcolni. És a kislány most már e tudással fölfegyverkezve, szó szerint visszamegy az otthonába, hogy fölvegye a harcot a lilahajú tündérrel, megküzd vele, legyőzi, és önmaga és világa ura lesz ő, tehát ő lesz a következő uralkodó. Az előadás bővelkedik zenés jelenetekben, ezeket szintén Pap Melinda írta. Amikor írtam a darabot, akkor kifejezett kérése volt a rendezőnek, hogy szülessenek olyan dalok, amiben a történetnek egy-egy részét elmeséljük, tehát olyan dalszöveget, és Csernák Zoltán Samu zeneszerző zenésítette meg ezeket a verseket, illetve hát az egész előadásnak a milliójét támogatja az a zene, amit itt hallhatnak a nézők az előadásban. A színpad két szélén ülnek a zenészek, és egy elektronikus alapra élő hangszerekkel játsszák rá élőben a dallamokat. Ettől izgalmas nagyon a hangzása szerintem ennek az előadásnak. A mese egész kicsikortól ajánlott. Bár az előadásban komoly témák is megjelennek, a visszajelzések szerint mind az óvodás, mind az iskolás korosztálynak tetszik. Kicsit tartottunk attól, hogy a korhatárként megjelölt 4 éves kor az talán alacsony, de meglepő módon az óvodások tátott szájjal, csillogó szemmel és egy hang nélkül, vagy maximum az előadásról kérdezgetve ülik végig az előadást, és amilyen visszajelzéseket kaptunk az óvónőktől, illetve a nyílt színen a gyerekektől, azok is mind nagyon-nagyon pozitívak és megerősítőek. Az iskolás korosztály pedig kifejezetten nagyon élvezi. Tehát ők már olyan rétegeit is értik a történetnek, amit az óvisok még esetleg nem, és ettől még izgalmasabb számukra ez a történet. A Lélehajó tündér című előadást szívesen vinnék vendégjátéknak más színházakba, azonban a hatalmas díszlet és a megfelelő hangosítás miatt nehézkesen oldható meg, de szerepel a tervek között. Addig is még néhány alkalommal a Bóbita bábszínház színpadán láthatják az érdeklődők a mesét. Így gyakorolni fogok, papa, megígérem! Jól van. Mondjuk rajtad. Nem értem. Hé, mit művelsz? Na, de ezt ne csinálj! Amina, tegyél le, ha mondom! Nem, ez még korai, Amina! Mit mondtam neked, gyerekem? Tegyél le, nézzenek oda! Tegyél le! Na, várj csak! Ősi kelta ünnep, de mára már hazánkban is tartják. A Halloween a gyerekek és a fiatalok körében is népszerű. Sejjén idén már második alkalommal rendeztek az ehhez az ünnephez kapcsolódó programokat.
többfaragó és jelmezverseny, felvonulás, finom ételek és italok. Idén második alkalommal rendeztek Sejjén Halloween napi programot. A civil kezdeményezésre indult rendezvényen gyerekek és szüleik egyaránt részt vettek. Az esemény egy felvonulással vette kezdetét a Városházától a Művelődési házig. Kicsik és nagyok különböző jelmezben sétáltak végig Sejje utcáin. Minek öltöztetek be ma estére? Mennyasszonyoknak. És nagyon érdekes mennyasszonyok vagytok mindenféle kiegészítőkkel. Milyen ékszerek vannak rajtatok? Hajatokban, a nyakatokban? Hajpánt. A Művelődési ház udvarán különböző programok válták az érdeklődőket. Sütőtököt kóstolhattak, forralt borral vagy teával melegíthették fel magukat, a kicsiknek pedig jelmez és tökfaragó versennyel készültek a szervezők. A cél, hogy a város lakói az őszi időszakban is részt vehessenek közösségi rendezvényen. A kezdeményezés nem az intézménytől indult, hanem civil kezdeményezésre történt. Átvettük ezt a feladatot, és idén már a második, és ez a második alkalom, amikor már az intézmény, mint szervező vesz részt a programon. Általában gyerekprogramokkal várjuk a kedves vendégeket. Több programunk van, célbadobos, tekézés, amőba és lufi hajtogatót várunk. Reméljük, hogy hamarosan megérkezik Pécsről. Közösségi programot szerettünk volna szervezni a város lakosságának. A jelmezverseny tökfaragó verseny minden évben megrendezzük a gyerekek és felnőttek nagy örömére is, ugyanis nem csak a gyerekek, hanem felnőttek is rendszerint minden évben jelentkeznek a jelmezversenyünkre. Tökfaragó versenyt ezt általában 10 főnek meghirdetjük, akiknek a kellékeket tököktől kezdve faragó eszközökig mindent biztosítunk. Maga a Halloween egyébként egy ősi kelta hagyományokból kialakult autentikus ír ünnep. Bár elsősorban az angol száz országokban tartották, később átterjedt Észak-Amerikába. A kelták hite szerint október 31-én este a holtak szellemei visszatérnek, és mivel beköltözhetnek az élőkbe, félelmükben beöltöztek különféle álcázó jelmezekbe, így akarták összezavarni a szellemeket. Magyarországon a Halloween szokások a 2000-es évek elején kezdtek elterjedni, főként a gyerekek és a fiatalok körében népszerű. Évek óta szervezzük ezt az estét, Halloween napi estét. Nagyon sokan érdeklődnek, főleg a gyerekek és a fiatalok. Ez a magyar kultúrában egy idegen jelenség, de annyira szeretik a gyerekek, és akkora szenzáció nekik. És azért a kézügyességről is szólhat ez, ahogy láthatták itt a faragott tökökből, és szólhat arról is, hogy a közösség építi az élményeket, együtt van, jól érzik magukat szülők is és gyerekek is. Úgyhogy ezért csináljuk. Jó közösségi élmény. Bár az ősi hittől eltérő okok miatt tartják hazánkban is ezt a kelta ünnepet, a gyerekek valóban élvezik. Szüleikkel együtt sokan kilátogattak a sejjei rendezvényre. Most pedig nézzük, milyen programok közül válogathatunk, ha kulturális kikapcsolódásra vágyunk. Két csengettyűs cipőben csetlik botlik London szerte és a saját rossz döntései között. Ő ugyanis egy egész évben nyitva tartó karácsonyi boltban dolgozik manóként. Ez a munka szintén nem volt a legjobb döntés. Tom túl szép, hogy igaz legyen, amikor besétál az életébe és elkezd átlátni a falakon, amelyeket két maga köré épített. Miközben London átalakul az év legcsodálatosabb időszakában, ennek a két fiatalnak csak nem akar összejönni semmi. Ám néha hagyni kell, hogy a hó, ahogy esik, úgy puffanjon, néha a szívedre kell hallgatnod, és kell, hogy legyen hited. Múlt karácsony, ezt a romantikus vígjátékot nézhetik meg az érdeklődők novemberben az Uránia moziban. Willy elszakadt kutató szüleitől az űrben, de mentőkapszulája szerencsére egy vadregényes bolygón landol. Még a felmentőseregre vár, a kisfiú szűkszavú fedélzeti droidjával vág neki a titokzatos világnak, ahol hamarosan egy bájos helybéli is hozzájuk csapódik. A lélegzet elállítóan gyönyörű táj, rengeteg vicces és furcsa élőlény hazája, de az ismeretlen felfedezésen nem várt izgalmakat is tartogat Terra Willy számára. A Terra Willy című animációs kalandfilmet láthatja a közönség novemberben, akár 3D-ben is az Uránia moziban. Ennyi volt már a Pécsi kör, friss magazin műsorral legközelebb egy hét múlva várom Önöket. Addig is viszontlátásra!